Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Egy vízi mezokozmoszt építettek ki a Balaton partján. Vagy magában a vízben, vagy a víznek a partján vannak leginkább talán a jacuzzikra emlékeztető tartályok, és ezek a tartályok azok, amelyekben a megfelelő ökológiai és evolúciós kísérleteket el lehet végezni. Magyar tudósok is részt vesznek az Európai Kutatási Tanács által támogatott hálózatépítési programban. A való világban szereplő hálózatok problémáiból kiindulva, de a matematika módszereit erre alkalmazva kellene eredményt elérni és eszközöket adni a más témában dolgozó tudósoknak. 12 tartályból álló vízi mezokozmosz rendszert építettek ki Tihanyban, a Balaton partján. A kísérleti környezetben egyebek mellett azt kutatják, hogy hogyan reagál a tó élővilága a klímaváltozásra, hogyan előzhető meg az algásodás, vagy hogy hogyan függenek össze az evolúciós és a tanulási folyamatok. Fehér Anna Magda kérdezte a kísérlet vezető kutatóját, Szatmári Őrs Széchenyi díjas evolúcióbiológust, az MTA rendes tagját, az ELTE Biológiai Intézetének egyetemi tanárát. A vízi mezokozmosz egy kutatási eszköz neve valójában. A mezokozmosz rendszerek átmenetet képeznek a terepi megfigyelések és a kontrollált laboratóriumi kísérletek között. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ha vízi mezokozmoszt nézünk, akkor vagy magában a vízben, vagy a víznek a partján vannak leginkább talán a jacuzzikra emlékeztető tartályok, és ezek a tartályok azok, amelyekben a megfelelő ökológiai és evolúciós kísérleteket el lehet végezni. Nagyon fontos, hogy ezek olyan tartályok, amelyekbe kontrollált feltételek mellett megy be a víz, tehát esetünkben szűrt Balatonvíz kerül bele, és utána, ha már ez benne van, akkor nagyon sok mindent lehet kontrollálni, a hőmérsékletet, savasságot, lugosságot, befolyásolni lehet azt, hogy milyen élőlények kerülnek bele, és a rendszer célja aztán az, hogy ezeknek az élőlényeknek az együttes működéséből megfelelő kísérleti feltételek mellett valamiféle következtetést levonjanak. Tehát a mezokozmosz, ugye mezó, tehát ebben benne van a neve, valahol a semmi és az óriási között van, az egész tóhoz képest ugye nagyon kicsi, egy kémcsőhöz vagy egy lombikhoz képest pedig nagyon nagy. Pontosan mi a célja ennek a programnak? Vannak olyan részei, amelyek ökológiai kérdésekre adnak választ, és vannak olyanok, amelyek evolúciós kérdésekre adnak választ. Az ökológiai kérdés az mindig olyan, ami a jelenlegi fajkészlettel kapcsolatos jelenségekre vonatkozik, hogy tehát például egy életközösségre mondjuk, hogyan hat a klímaváltozás. Mi történik akkor, hogyha ezekben a tartályokban lévő vizet 2, 3, 4, 5, 6 fokkal megemeljük, hogyan válaszol erre a adott fajkészlet alapján az életközösség, milyen arányokbeli eltolódások szerepelnek, melyek azok, amelyeket idézőjelben téve megfőzünk, tehát akik végképp nem bírják ezt, melyek azok, amelyek előnyben részesülnek. Az evolúciós kérdés is lehet lényegében ugyanilyen, de akkor már az a kérdés, hogy a populáció genetikai összetétele hogyan követi ezeket a változásokat, vagyis milyen darwini jellegű folyamatok zajlanak le egy ilyen rendszerben, de hát azoknak a kísérleteknek az időtartama azért legalább egy év szokott lenni. Különböző időléptékekben lehet vizsgálni az élő lények közösségének a válaszait, és amikor szigorúan ökológiai kérdésre keressük a választ, akkor a burkolt feltételezésünk az, hogy a genetikai háttér nem változik jelentősen. Hogyha evolúciós kérdést teszünk fel, akkor pontosan arra kérdezünk rá, hogy a populáció genetikai alkata mennyire változik a szelekció hatására. Ezekben a tartályokban tanulmányozni tudják a klímaváltozás hatásait a tóra, de milyen további célokat tűznek ki, tehát milyen eredményeket tudnak majd leszűrni ezekből a kutatásokból, amelyek talán az egész tó életét segíthetik? Például egy praktikus kérdés lehet az, hogy ha célunk az mondjuk, hogy ne legyen algával tele egy tó, ez konkrét esetről beszélek, ezt máshogy megcsinálta, akkor meg lehet vizsgálni egy mezokozmosz rendszerben,
hogy mondjuk milyen halfaj hozzáadása az, amelyik ezt jó eséllyel sikerre viheti, de ezek a praktikus kérdésekre példa. De vannak ennél alaptudományosabb jellegű kérdések, és mondok egyet, az evolúciós adaptáció során, amikor a populáció generációin keresztüli alkalmazkodást vizsgáljuk, akkor ezeket a folyamatokat az evolúció tudománya írja le. Amikor az egyedi életben alkalmazkodunk, mint például mi, azt pedig jelentős mértékben a tanulás elméletek írják le. Nagyon izgalmas kérdése az elméleti biológiának, hogy milyen közük van egymáshoz a tanulás elméleteknek és az evolúció elméletének, hiszen mind a kettő összetett, bonyolult alkalmazkodási formát jelent. Úgy is meg lehet kérdezni, hogy mennyi tanulás jellegű folyamat van az evolúcióban, és esetleg mennyi evolúció jellegű folyamat van a tanulásban. Az ezzel kapcsolatos elméleti vizsgálatokat természetesen természettudományról lévén szó tesztelni kell. És például arra a kérdésre, hogy egy ökológiai rendszer evolúciója során milyen mértékben fordulnak elő olyan jellegű folyamatok, amelyek hasonlítanak arra, ahogy például mi tanulunk, nos, erre elképzelések vannak, de ezt kísérletileg is meg kellene próbálni validálni, és az ez okozó rendszer a reményeink szerint erre is alkalmas. Milyen élőlényeket helyeznek majd el ebben a tartályban? Az állatok mellett növények is helyet kapnak, tehát ökoszisztémát alakítanak ki, vagy csak egyes fajokkal kísérleteznek? Igen. Kétféle megközelítés lehetséges. Az egyik az, amikor viszonylag kevés fajból indulunk ki, és megpróbáljuk mi magunk felépíteni egy közösséget, és megnézni, hogy melyek azok a fajok, amelyek stabilizálódnak, melyek azok, amelyeket az adott időpontban nem lehet betelepíteni, mert a versengés hatására kizáródnak. Na most az előnye az ilyen rendszereknek az, hogy általában, ahogy mit csináljuk majd, a planktonhoz tartozó életformák lesznek benne, tehát ennek meg lesznek a növényi, tehát a fotoszintetizáló részei, és meg lesznek az állati részei, ezt fitoplanktonnak, illetve zooplanktonnak nevezik a biológusok. Most a zooplanktonban olyasmire kell gondolni, mint mondjuk egy dafni, azaz vízibolha. Lehet halakat is beletelepíteni, persze nem busát, mert akkor körülbelül egy busa, egy tartály, tehát nyilvánvalóan kis ésszel kellett csinálni, de kisebb méretű halas kísérletek majd lesznek, de azt is meg kell mondjam, hogy nem ezzel kezdjük. És akkor természetesen, ami elkerülhetetlen egy ilyen félig nyílt rendszerben, hát a baktériumok azért mindenütt ott lesznek. Tehát Tihanyban alakították ki ezt a vízi mezokozmosz rendszert, de pontosan mekkora, illetve milyen területen, mekkora összegből alakították ki ezt a kutatási területet? A Balaton parton állítottuk fel, ez 12 tartály és a hozzá kapcsolódó vezérlő egység. Ezt a kutatási, fejlesztés és innovációs hivatalnak a kiválósági pályázatából finanszíroztuk, amelyet 2 évvel ezelőtt nyertem el, ugye azzal a címmel, hogy az evolúció fényében. És ebből a kiválósági pályázatból finanszíroztuk a mezokozmosz rendszer felépítését a Tihanyi Limnológiai Intézetnek a belterületén. Annak, aki járt ott, tudja, van egy nagyon szép nagy parkja, és ennek a parknak az egyik sarkában van egy olyan terület, ahol ez a kísérleti rendszer megszületett. Most hírek következnek, hamarosan visszajövünk. Folytatódik a Szigma, a Holnap Világa. Most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik Harangozó Évától. Már a 2024-es párizsi olimpia sportolóinak tüdejét is védheti az az újfajta szűrőberendezés, melynek tervezői elnyerték az Európai Unió 3 millió eurós Horizont díját. A francia mérnökök fejlesztése egy természetes ásványi anyagokból készített, még sejtrács szerkezetű kerámia szűrő, melynek hatalmas összfelületű fala nagyszerűen megköti az apró szennyező részecskéket. A francia cég munkatársai járművek mobil részecske szűrőiből indult
alakultak ki. Ugyanakkor szükség volt az ott alkalmazott módszerek átgondolására, hiszen a szabad levegőben jóval változatosabb szennyezőanyagok lebegnek, mint a kipuffogók füstjében. A szűrő egy-egy prototípusát Párizs északi részén, valamint Shanghaiban is kipróbálták, és a mérések azt mutatták, hogy a szűrő képes a 2,5 mikronnál kisebb részecskék mennyiségét az egészségügyi határérték alá szorítani az áthaladó levegőben. A végső cél, melynek elérésében a díjjal járó pénzösszeg nagy segítséget jelenthet, nagyjából 10 méter magas, hatalmas szűrők kialakítása, melyek naponta egyenként több mint 3 millió köbméter levegőt lesznek képesek megszűrni. A mérnökök reményei szerint az első működő példányok már segíthetnek a Párizsban felépülő olimpiai falu levegőjének tisztán tartásában. Vajon a technológia mennyire befolyásolja, vagy egyenesen rontja a memóriánkat? Amióta szinte minden kérdésre azonnal megtalálhatjuk mobilunk segítségével a választ, gyakran az egyszerűbb, csupán átgondolást igénylő kérdéseket is inkább az internet, mint saját agyunk segítségével igyekszünk megválaszolni. Diana Tamir, a Princeton Egyetem kutatója egy kísérlet során embereket küldött túrázni. Azok, akiket arra kértek, hogy a kirándulás alatt készítsenek fényképeket, sok kevésbé emlékeztek a túra részleteire. Azzal, hogy az élményeinkről a különböző platformokra kézzel fogható lenyomat készül, memóriánkban csupán egy tompább emlék marad róla, mondja a kutató. Mindezt alátámasztja, hogy akik térkép helyett műholdas navigáció segítségével tájékozódnak, sokkal kevésbé emlékeznek azokra a tájakra, ahol útjuk során jártak. A különböző kísérletek előrevetítik, hogy a technológia fejlődése memóriánk változását is magával hozza, hiszen inkább arra kell használnunk agyunkat, hogy megmondja, mit hol találunk, mint hogy rögzítse a sok információt. Ami egyfelől jó, mivel így agyunk szabad helyet és kapacitást szabadít fel az új információk számára. Másfelől viszont ezzel állandóan megkérdőjelezi a memóriánkba vetett bizalmunkat. Mi az, amire emlékezni fogunk, és mit kellene inkább feljegyezni, hogy biztosan ne felejtsük el? Ezt az úgynevezett metamemóriát zavarja össze a zsebünkben hordott agyunk, amihez egyelőre még nem tudjuk, hogyan fog elménk alkalmazkodni. Sigma. A holnap világa. Tudomány első kézből. Az Európai Kutatási Tanács legrangosabb pályázatán 10 millió euró támogatást nyert a Magyar Tudományos Akadémia, a Közép-Európai Egyetem és a Prágai Károly Egyetem együttműködésében megvalósuló hálózatkutatási program. Lovász László matematikus, az MTA elnöke és a projekt egyik vezető kutatója az Inforádiónak elmondta, céljuk a dinamikusan változó hálózatok matematikai modelljének kidolgozása. Fehér Anna Magda interjúja. Alapvetően a nagy hálózatoknak a kutatása a célunk, ami persze nem egy új téma, és nagyon sokan foglalkoznak vele. Matematikai szempontból, ha szabad magammal kezdenem, akkor pár éve publikáltam egy monográfiát, ami egy új matematikai megközelítés, matematikai elmélete dolgozott ki, nagyon nagy hálózatoknak az elemzése, leírása céljára. Most közben más szempontból Barabási Albert László és ő tanítványai, munkatársai a hálózatokat gyakorlatiasabb szempontból vizsgálták, tehát ők konkrét hálózatoknak a tulajdonságait vették kórcső alá, és innen indultak el. A harmadik társunk, Jaroszláv Nesecsil, prágai professzor, ő pedig a matematikai logika és az algebra eszközeit fejlesztette ahhoz, hogy a nagyon nagy hálózatokat vizsgálja. Mind a hárman publikáltunk egy-egy monográfiát ebből a témából, és aztán így megismertük is egymást, úgyhogy elég természetesen adódott az, hogy össze kellene tenni az erőforrásainkat, vagy mondjuk úgy, hogy a már elért tudásunkat. A való világban szereplő hálózatok problémáiból kiindulva, de a matematika módszereit erre alkalmazva kellene eredményt elérni és eszközöket adni a más témában dolgozó tudósoknak. Tehát, ahogy ön is mondta, már vannak matematikai eredményei a nagy hálózatok leírásának, de úgy tudom, hogy számos a valóságban létező óriás hálózat tulajdonságait és elsősorban a dinamikájukat nem tudják ezek a modellek leírni. Tehát további számításokra van szükség, vagy a valós hálózatok megfigyelése is inspirálhatja a munkájukat.
A dinamikusan változó hálózatok elmélete az nincs kidolgozva. A statikus hálózatok, tehát ahol csak maga a hálózat van figyelembe véve, arra nagyon komoly eredmények születtek az utóbbi évtizedekben. Egy példát mondjak, ugye van egy úthálózat, az a statikus része, és azon van egy forgalom, ami a dinamikus része az egésznek. Akran nem értjük, hogy mitől alakul ki egy dugó, vagy mitől csökken, nő a forgalom, és így tovább. Ez persze konkrétan a forgalomra, ez sokat vizsgált kérdés. Ez csak egy példa arra, hogy amikor egy hálózaton dinamikát is vizsgálunk, akkor az nagyon kibővíti és megnehezíti a problémákat. Ezt szeretnénk most egy általánosabb matematikai elméletben megközelíteni. Például a közlekedés, vagy talán az orvostudomány terén lehet majd ezeket alkalmazni? Tehát mennyire lesz széles körű az alkalmazási lehetősége ennek a matematikai elméletnek? Az általános tulajdonságokat szeretnénk megfogalmazni, amik lényegében minden hálózatra érvényesek. A legfőbb hálózatok az említett agykutatás és közlekedés mellett internet megértése, a különböző ökológiai hálózatok megértése, a szervezetben a fehérjék egymásra hatásának a megértése, és nagyon-nagyon sok más hálózat van, amit a legkülönbözőbb tudományterületek vizsgálnak, szociális hálózatok például, hogy ne csak a természettudomány területéről mondjak példát. Végül ezek olyan matematikai modellek lesznek, amelyeket lehet alkalmazni számításokban mondjuk orvosoknak is, vagy szociológusoknak? Ezek viszonylag könnyen használható modellek lesznek? Hát az még egy hosszú út, amíg eljutunk odáig, hogy ezek könnyen használhatók legyenek. Ahhoz, hogy egy olyan kérdést megválaszoljunk, hogy egy ökológiai hálózat mennyire stabil, mennyire sérülékeny, ilyenekben segíthet egy szociális hálózaton, tehát az emberek közti kapcsolatok hálózata, milyen gyorsan terjed el egy hír, vagy akár egy fertőző betegség. Ezek különböző dolgok, de a dolog mélyén ugyanaz a hálózat van, tehát ennek a hálózatnak a tulajdonságai ezt is meg kell, hogy határozzák. Barabási Albert László úgy fogalmazott, hogy ha jól végezzük a munkánkat, akkor az eredményeink valódi paradigmaváltást jelenthetnek. Tehát ön is úgy gondolja, hogy ha sikerül a dinamikusan változó hálózatok matematikai modelljét megalkotni, akkor az egy relevatív kutatási eredmény lesz a matematika terén, és úgy általában a világ megértésében is. Az ember természetesen nem is kutatna, ha nem hinné azt, hogy ennek nagy jelentősége lehet, vagy van. Talán azt mondanám erre, hogy a tudományok, amikor mondjuk így a felvilágosodás korában pár száz éve kialakultak, akkor egy hatalmas matematikai eszköztárat is kifejlesztettek. Ez, amit ugye differenciális integrál számításnak vagy analízisnek nevezünk, és az régi mondás, hogy a tudomány az a differenciál egyenletek nyelvén van írva. És valóban a fizikában is, meg a többi tudományban is ez nagyon alapvető. Ugyanakkor azonban egy szemléletváltás, amikor arra rájövünk, hogy ezek a differenciál egyenletek nagyon jól leírják egy-egy elemnek a tulajdonságait, a mozgását, a változását, de amikor elemeknek egy hálózatát vizsgáljuk, szervezetben a sejtek egymásra hatását, vagy egy erdőben az ott élő különböző növény és állatfajok egymásra hatását, akkor nem ez az alkalmas eszköz, hanem a hálózat. Tehát a hálózatra mi úgy tekintünk, mint egy párjára, egy kiegészítőjére a már meglévő, hát mondjuk analízisnek, differenciális integrál számításnak. A különbség az, hogy a differenciális integrál számításban nagyon erős matematikai eszközök vannak, míg a hálózatok a jelen pillanatban inkább egy nyelvet jelentenek, és kevésbé adnak matematikai eszközöket a kutatóknak a kezébe. Mi ezt szeretnénk elindítani. Nem azt mondom, hogy megoldani, mert ez valószínűleg ez is sok évtizedes komoly munka eredményeként fog kialakulni a végső eszköztár, de legalábbis elindítani azt, hogy adjunk matematikai eszközöket a kutatók kezébe.
Az Európai Kutatási Tanácshoz úgy tudom 295 pályázat érkezett, és ebből 27 győzedelmeskedett. Önök is most 10 millió eurós támogatást kapnak, ami kicsit körülbelül... Kicsit kevesebb, 9,3, azt hiszem. Értem. Ez körülbelül 3 milliárd forintot jelent. Igen. Milyen haszna lehet ennek a magyar tudományos életben? Tehát milyen intézményi hálózat áll e mögött? Tehát gondolom nem önök hárman dolgoznak ezen a témán, hanem kutatók sokaságát fogják alkalmazni. Természetesen szeretnénk néhány tucatnyi kutatót, főleg fiatal kutatót bevonni a munkába, posztdokokat, doktoranduszokat, meg hát természetesen amennyire lehet bármilyen korosztályból a legkiválóbb kutatókat. Azt reméljük, hogy egy olyan csoportot lehet ezzel kialakítani, illetve hát több csoportot természetesen, mert éppen a szinergia jelentése az, hogy nem egy kutatás, hanem egymás szorosan támogató és erősítő többféle kutatás. Tehát ez a tervünk, hogy kialakítunk ilyen csoportot, persze rendszeresen találkozni, eszmét cserélni. Hozzáteszem, hogy szeretnénk nyitva tartani a legkülönbözőbb tudományterületek felé, mert előre soha nem lehet megmondani, hogy melyik területen bukkan föl egy olyan izgalmas hálózat, aminek a megértése kulcsot ad az általánosabb megközelítésekhez is. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.